Sziasztok, én Lucky, hogy későn érkeztünk egy újabb honfoglaló videóhoz. Hát srácok, nem mostanában játszottunk ezzel a játékkal, és bár igazából én az utóbbi napokban elkezdtem vele játszani, és úgy voltam vele, hogy ha játszok vele, akkor miért nem videózok nektek. Hány nyakcsikójája van a zsiráfnak? Szerintem olyan 6. Habár, hát... 7, lehet, hogy 7. 36 és 25. Jól tippeltünk, srácok, ügyesek voltunk, kérem szépen. Az első felosztási kört úgy érzem, hogy sikerrel vettük, befoglalunk 2 megyét is. Először kicsit ilyen defenzívek leszünk, és körbe falazzuk a várunk területét. Aztán majd utána offenzívát indítunk mindenki ellen, Benedek, illetve apró szulák az ellenfeleink. Mi vagyunk a kék színűek, fantasztikus, let's go baby, come on! Várom kérdést. Válaszoljon. Budapest hányadik kerületében van a főpolgármesteri hivatal? Mit tudom én, 6. Á, honnan tudjam? 5. Ha bum, én igazi pösti vagyok már, éregek. Hát itt lakom nem tudom egy olyan 2 hónapja, azóta pösti lettem. Nagyon jó, oké, meg is van a defensing taktikánkat, már véghez is vittük. Benedek írta, hogy szép volt, akkor erre visszaírjuk, hogy csak óvatosan, ne felém. Szép volt. Mit spammel ez a gyerek? Jézusom. Oké. Okay. Következő. Melyik évben bombázták a németek Bukarestet léghajók bevetésével? 1930. Nem tudom, mikor mehettek Bukarestre. A 20-as tippem jobb lett volna, így egy területre van esélyünk csak, mert azt is láthatok, hogy először azt hittem, hogy 1920, ugye? De kitörültem. Fuck. Why törültem ki? Nem tudom. Itt van egy kis bug. Hol? Nem, másik. Ott volt. Már eltűnt. Mindjárt lesz megint. Nem tudom. Na mindegy. Az a lényeg, hogy egy területet megint be fogunk tudni foglalni. Szeretnék, hát remélem nem ide. Ja, már raktál egyet. Akkor most tudunk a piros mellé is rakni, szóval mind a 2 ellenfelünk várához hozzáérünk, ami tök jó. Let's go! Hány napig tart a farsang farka? 6 napig tart. Á, biztos több. Úha. Na, hát megint csak egy területet fogunk behúzni, és ezzel kérem szépen egyenlő lesz az állás köztem és apró szulák között, ami nem rossz. Ami kifejezetten nem rossz, legalább csak óvatosan, ne fel. Mi baja van a Benedeknek? Meg van kukúva, mondhatnám. Oké, akkor rakunk egyet ide, szépen. Ott jó lesz, szerintem 2200 ponttal állunk, szegény Benedeknek még nincs területe. Melyik ebben mutatták be? Szerintem ez egy régi film, szerintem ez egy 70-es film. De lehet, hogy még korábbi. Ó! Bum, ott is van, amúgy mindenki egész jól tippelt, hogy megmondja a frankot, szegény Benedeknek megint nem jut terület. Nem jól indítja ezt a honfoglaló csatát, de onnan szép nyerni. Igazából egy várazással megdöntheti az egész országot. Oké, Győr-Moson Sopron megye maradt már csak hátra, azért küzdünk meg az utolsó felosztási körben. Hány nap Merkur keringési ideje? Szerintem egy olyan 200. Benedek, az anyja Benedek, BOOM 84! Ez igen, ez szép volt. Benedek Győr-Moson Sopron megyét befoglalta, gyakorlatilag nyugaton meg keleten is egy-egy megyét tudhat magának. Ő fogja kezdeni a felosztási kört, kíváncsi vagyok, hogy engem támad-e, vagy pedig apró szulákot. Várjuk a megfejtést. Benedek 996. Let's go! Rárepül a váramra. Erről beszéltem. Ezzel meg is nyerheti az egész meccset. Válaszolj. Melyik a legújabb film az alábbiak közül? Nem tudom, tényleg nem tudom. Betippem az Üvegtigrist, mert csak azt láttam ezek közül. Úgy értem, tudtam, hogy az Üvegtigris a legújabb. Melyikében volt országos mentőszolgálat történetben az első sikeres helyszíni újraélesztés 1986-ban? 63-ban ledöntött egy tornyomat, Benedek. Ennek nem örülünk. Az előbbi számok közül melyik nem print szám az igen? Melyik nem? Ja, akkor 65 az nem print szám. Yes. Oké. Okay. Oké, okay, majdnem félreértettem a kérdés, Jézusom. Hány szimfóniát írt? Hát akkor kérünk egy segítséget, hiszen nem szeretném, hogyha itt baj legyen. Ha 9-et tippelt volna, akkor talán ide
ürítettem volna a dolgomat, de nem számít. Nem így tippet. Közben amúgy eszek ilyen halapenyós és sajtos strong lace chipset, nagyon finom. Na, van is idő menni, mert várazik apró szulák, csak nem minket, hál' Istennek. Ezt a videót amúgy a lace támogatta, hát tisztát gyártja gyerekek, ezt még én is tudtam. De nem vagyok egy nagy irodalmász, de azért ezt, erről még én is hallottam. Na. Benedeknek visszaadjuk azt, amit elvett tőlünk. Vagyis hát... Válaszolj. Mi az Osztrák Szövetségi Vasutasok rövidítése? ÖBB. Yes. Let's go. Let's go. Válaszolj. Hány halálos áldozata volt le... autó... 20... autóversenynek. 84! Be, és 23-mal megnyeri. Hallod? Olyat rage-elek mindjárt, te. nem fogunk itt rage-elni. Mit írt? Hú! Hatalmas mákja volt a Palina. Ezentúl soha nem fog tippelni kerek számokat. Szerintem az a problémám. Trapista rendet. Az első, nem? Gyerekek! Hát ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Na most... Úgy levározom, mint annak a rendje. Jön egy YouTube-os kérdés. Milyen típusú hangszer a fagom? Fagott. Legyen fafúvos. Tudtam, a fagott a kedvenc hangszerem. Szevasz. Melyik határon túli város futballcsapata a DAC? Dunaszerdahely. Léci, ne tud. Yes! Hopp, ez kicsit magas volt. Yes! Nem számít? Bum, kettő. Off, szevasz. Milyen színű virága van a hóvirágnak? Hát ez nem sárga. De miért lenne sárga? Jó. Csak azt hittem becsapós. Melyikében rendezték az első Annapát Balatonfüreden? Kérek segítséget. Legyen 26. 25. És ő is 26-ot írt és ő előbb. Ideg állapotba kerülök. Most tuti felfalazza magát. Így van. Oké. Okay. Nem számít? Nem. Nem idegeskedünk, srácok. Fogyasszunk egy kis chipset. Úgyis nem, úgysem minket támadnak. Jó kis csipős amúgy. Azt kérem szépen a hadvezér. Az összes olyan kérdésre tudom a választ, amit nem én kapok. Na mindegy, amúgy vezetünk 300 ponttal. És lehet, hogy lemondjunk erről a várról. Nem. Of course not. Gyerünk, meg lesz. Melyik állammal szomszédos Csehország? Csehország lengyelekkel a szomszédos, ugye? Ja, lengyelekkel. Yes. Jó kis játék, amúgy igaza van benyának. Melyik évben fogadták el először bizonyíték a bírósági eljárásban? 1998... Nem megy ez nekem. Egy 100 évet tévedtem. Én nem tudom. Jó, mindegy, nem számít. A következő körben az lesz a probléma, hogy nagyon közel vagyunk aprószulákkal. Ha most elvenné ezt a területet Benedek, az nekem nagyon jó lenne. Nemzetközi baseball fiac, nem? Vagy fiac, ugye? Igen. Ibof. Na, ezt nem tudtam volna, hogy őszinte legyek. Nemzetközi international baseball, ez mondjuk akkor, hogyha így belegondoltam volna, lehetséges, hogy tudtam volna. Na, apró szulák jön. Ő próbálja most levározni Benedeket. Honnan származik a közönséges nyír? Észak-Amerika. Helyett ő sonos. Mind a ketten tudták. Dick. Nagyon ügyesek, nagyon ügyesek. Melyik évben nyert a brüsszeli világkiállításon aranyérmet? Balog kolbász, a későbbi gyulai kolbász. Jézusom! Ez olyan bonyolult kérdés volt, nem tudtam felolvasni. És Benedek sikeresen védekezett. 200 ponttal megyünk csak a aprószulák előtt. Szóval igazából egy területet akarok csak tőle. Egy sportkérdés. Próbálkozzunk meg egy sportkérdéssel. Válaszolj! Bum! Ott is van! Forza Inter! Aki nem tudná kedvenc csapatom az Internacionale.
És tuti tudja, tuti tudja. Mondtam, hogy tuti tudja. Melyikében rendezték meg Epsomi derbit 1965-ben? Hát, tuti később. Nem hiszem el! 100 ponton megyek most már csak apró szulák előtt. Egy apró területet bárkitől elvesz, ő fogja megnyerni a meccset. És várra megy. Hát ez nem feltétlenül a legjobb taktika, mert ott kettő jó kérdés kell megválaszolni, ami persze nem lehetetlen. Az első meg is van neki. Ha most helyesen válaszol, akkor gyakorlatilag megnyerte ezt a csatát. Melyik településen található Tiszaföldvár? Yes, oké. Okay. Léci Benedek, ne hagyjál cserben. 3000 méteres, hát kb. 10-e. 7. Apró szulák leváraszta Benedeket, és megnyerte a csatát. Ez amúgy egy jó meccs volt, szerintem izgalmas volt a végéig, kiegyenlített volt. Írok még egy GG-t, nem tudok, nem számít, másodikok lettünk. Ez is valami, srácok. Viszont ez a videó ennyi lett volna, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, ha így van, mindenképpen lájkoljátok, és találkozunk legközelebb is, én Lucky voltam. Sziasztok!